Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Szeretettel köszöntöm a kedves híveket, a kedves Krisztust követő híveket. Itt az ökumenikus imahét, a Krisztus hívők egységéért való imahét hétfői második napján. Vasárnaptól vasárnapig imádkozunk a keresztények egységéért. Szeretettel köszöntöm a megjelent lelkész urakat, akik a keresztény egységét fognak a kedves hívekkel együtt imádkozni. Gyurkó Donát, metodista lelkész urat, Sefcsik Zoltán, evangélikus lelkész urat, valamint Kaszó Gyula, református lelkész urat. Isten hozta a lelkész urakat, Isten hozta a kedves híveket ezen a szép alkalmon. Kis bevezető gondolat. Mint különvált közösségek tagjai azért gyűltünk össze, hogy az egységért imádkozzunk. Ebben az évben az ökumenikus imahétre az indonéz egyházak választottak témát, az igazságra és csak is az igazságra törekedj. Mózes 5. könyvéből, illetve a 2. törvénykönyvből van ez a szakasz. Ez a téma égetően fontos az ismétlődő szakadásokat és konfliktusokat előidéző helyzetek miatt. Az egységben való imádkozás eszünkbe juttatja, hogy mint Krisztus teste tagjainak elhívása arról szól, hogy az igazságra törekedjünk, azt testesítsük meg. Egységünk Krisztusban arra hatalmaz fel, hogy részt vegyünk az imádságért folytatott nagyszabású harcban, és támogassuk az élet méltóságát. Testvéreim, minden napra, az imahét minden napjára van egy-egy szentírási szakasz, egy elmélkedés és egy jelige, ami megvilágítja az adott napnak a fő gondolatát. A mai fő gondolat, ami az evangéliumból és Donát lelkész úr ige hirdetésének alapjául szolgál, és az evangéliumból van, Máté 5. fejezet, 37. vers. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van. Az indonéz egyházak azért választották ezt a jelmondatot, ugyanis számos, akár világi, fizikai támadás éri őket, a rossz indulatú híresztelések, a közösségi médiának a káros befolyása, és a megtorlástól való félelem, amikor így a világgal a keresztény egyházak felvezik a küzdelmet, valamiféleképpen vagy védekeznek, védik a krisztusi hitet, meg krisztusi értékeket, ez nagyon fontos. Amikor a megtorlástól való félelem és fenyegetettség miatt az emberek vonakodnak kiállni az igazságért, akkor nagyon fontos ez a jelmondat. Az igenünk igen legyen Krisztus mellett, ne féljünk megvallani a hitünket, a nem pedig nem. Krisztus tanítása, az evangéliumi értékek Isten igéjével kapcsolatban. Ez okozhatja azt ez a félelem, hogy csendben maradunk az igazságtalan és félrevezető, félelemkettés célzó állításokkal szemben. Testvéreim, bűnvallomással folytatódik tovább az együttlét. Szeretett testvéreim, valljuk meg az Úr előtt, hogy vétkeztünk és kérjük bocsánatát, hogy imádságunk legyen kedves Isten előtt. Az egyes ima szakaszok úgy fejeződnek be, hogy Urunk, irgalmaz nekünk, erre a gyülekezet felejen majd ugyanígy, Urunk, irgalmaz nekünk. Könyörülő Istenünk, arra választottál ki bennünket, hogy nyájad pásztorai legyünk. Fiad Jézus arra tanított, hogy igazságosan cselekedjünk. Tudjuk, hogy szolgálatunkban újkor igazságtalanul bánunk a ránk bízottakkal. Előnyben részesítjük a hozzánk közel állókat, vagy azokat, akik magasabban vannak a társadalomban, nem törődünk az idegenekkel, a szegényekkel és a peremre szorultakkal. Félünk megvédeni az elnyomottat, hűtlenül kezeljük az egyház erőforrásait. E cselekedetek miatt egyesek elfordultak egyházattól. Urunk, irgalmazd nekünk! Urunk, irgalmazd nekünk! Szerető Istenünk, nyájadként gyűjtöttél össze bennünket. Szent Fiad Jézus arra tanított, hogy szeressük egymást,
hiszen azt mutatja, hogy tanítványaid vagyunk. Megvalljuk, hogy nem tudunk a szeretet parancsa szerint élni sokszor, mert vetétársnak tekintjük más egyházak tagjait. Ellenségesek vagyunk sokszor egymással szemben, és késedelmesek a megbocsátásra. Csak önös érdekeink vezérelnek, nem veszünk tudomást testvéreink szükségleteiről. Sokszor kizárjuk azokat, akik nem osztják nézeteinket. Ilyen viselkedéssel csak a válaszfalakat magasítjuk egymás között. Ezért kérünk, Urunk, érgalmazz nekünk! Urunk, érgalmazz nekünk! Kegyelmes Istenünk, azzal bíztál meg bennünket, hogy közös otthonunk az igazság helye legyen mindenki számára. Odaadó szereteteddel esőt adsz az igazaknak és a hamisaknak, és Jézusban arra tanítasz, hogy személyválogatás nélkül szeressünk. Megvalljuk, hogy nem tudjuk ezt a tanítást követni. Tiszteletlenek vagyunk embertársunkkal szemben, hamis dolgokat terjesztünk a közösségi oldalakon, részt veszünk a társadalmi összhang megbontásában. Életmódunk kockázatos következménye, hogy a világ terméketlen ugarrá válhat, ahol már nem sarjad igazság az egész teremtettség számára. Urunk, irgalmazz nekünk! Urunk, irgalmazz nekünk! Kedves testvéreim, most helyet foglalva, hallgassuk meg az imanap első olvasmányát. Istennek igéje Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből szólít bennünket a 4. fejezet 22. és 25. versei által határolt szakaszból így. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ámen. Testvéreim, most felállva hallgassuk az evangélium szavát, Krisztus üzenetét. Nyissuk meg értelmünket és szívünket,
hogy befogadók legyünk az Úr ma hozzánk szóló szavára. Kedves testvérek, Máté evangéliumának 5. fejezetéből szeretném Istenünk igéjét felolvasni, amint megírva találjuk azt a 33. verstől a következőképpen. Krisztus Urunk mondja: Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan az Úrnak, ne esküdj az Úrnak, amit esküvel fogadtál, azt pedig tartsd meg. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert ez a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajatszálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Ezek az evangélium szavai. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki a mi édesapánk, és az Úr Jézus Krisztustól. Egy rövid imádságra csendesedjünk el. Istenünk, a te szavad megszentel bennünket, megváltoztatja a szívünk legbelsőbb motivációit. Téged várunk az Úr Jézus nevében. Amen. A ti igenetek legyen igen, nemetek legyen nem. Annyi féleképpen tudunk igent és nemet mondani. Egy angol barátom azt mondja, hogy ő amikor megtanulta azt a magyar szót, hogy igen, onnantól kezdve hosszan tudott beszélgetni bárkivel a telefonban. Igen, 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 igen. Igen, igen? Sokféle igen tudunk mondani. Vagy sokféle nemet. De talán a legfontosabb az, hogy mire alapul az az igen és az a nem, amit kimondunk. Azt gondolom, hogy számunkra, emberek számára a legfontosabb az az igen, amit az Isten mond ki felénk. Ő kimondta az igen minden ember életére, a teremtettségben. Ő megteremtette az embert, és ez egy nagyon erős igen. Minden ember életére Isten kimondta azt, hogy igen, én akartalak, én szeretlek téged, én hívtalak. Ez attól függetlenül igaz, hogy értékesnek tartjuk-e valaki életét, vagy akár a sajátunkat, vagy nem. Isten kimondta felénk az igent. Ez olyan, mint egy meghívás, mint egy megterített asztal. A metodista gyülekezetben karácsony előtti vasárnap, az arany vasárnapon különleges istentiszteletet tartottunk, és töltött káposztát főztünk. És arra hívtuk a testvéreket, hogy jöjjenek, és vegyenek részt ebben. És érdekes volt, hogy hogyan reagáltak erre a meghívásra. És ez a meghívás, egy ilyen megterített asztal hasonlít leginkább Isten teremtettségben ránk kimondott igennyére, a megelőző kegyelmére. Nyitva áll az ajtó előtted, ott van számodra a megterített hely. És hogy hogyan reagálunk rá, az nagyon különböző. Van, aki rögtön visszautasította, azt mondja, hogy hát ő ilyesmire nem ér rá. Aztán volt olyan, aki azt mondta, hogy ő az Isten tiszteletre jönne, de hát nem ül le az asztalhoz. Aztán volt olyan, aki pedig amikor meglátta a töltött káposztát, azt mondta, hogy mégis szeretne leülni. Aztán olyan is volt, aki ígérte, hogy jön, de üresen maradt a tányérja. Érezhető, hogy Isten kimondja felénk az igent minden ember felé, de hogy mi mit válaszolunk erre, az a mi felelősségünk. Aztán a másik igen, amit Isten kimond felénk, minden ember felé, Jézus Krisztusban az, hogy meghalt értünk az Úr Jézus. A bűneinket megbocsátotta, eltörölte. Ez is egy igen erős igen. Tessenek arra gondolni a Gecsemánéi kertben, amikor az Úr Jézus ott küzdködik és szenved, vérverejtékkel.
akkor kimondja az atyának, hogy igen, atyám, legyen meg a te akaratod, én odaadom az én életemet minden emberért. Ez egy igen, amit Isten kimond felénk, a te életedre és az enyémre. És amikor mi először elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy igen, én hiszek Jézus Krisztusban, az az első igenünk, ami válaszol az Isten igenjére. És akkor Isten bennünket megigazít. Ezt Luther Márton úgy mondja, Sefcsik Zoli biztos bólogat, hogy örömteli csere. Hogy Isten ránk néz, látja a mi életünk hiányosságait. Látja az adósságunkat, látja a bűnünket, de ránk teríti a köpenyét Jézus Krisztus, és elveszi az adósságunkat. És innentől Isten igaznak fogad el bennünket. Nem csak a teremtettségben, hanem a megváltottságunkban is Isten igen mondott ránk. Minden bűnünk meg van bocsátva. Ez egy nagyon előnytelen házasság Jézusra nézve. Hogy bennünket maga mellé vesz, és az adósságainkkal együtt bennünket igaznak fogad el. Ez tehát a második igen, amit Isten mond felénk. Szent Ágoston azt mondja, hogy aki nélkülünk teremtett bennünket, és nélkülünk megváltott bennünket, az nem fog bennünket nélkülünk megmenteni. Tehát Isten kimondta az igent azzal, hogy elhívott erre az életre minden embert. Isten kimondta az igent arra, hogy elkészítette a bocsánatot minden ember számára. De ez csak a fele az evangéliumnak. Az ember felelőssége, hogy hogyan él ezzel a kegyelemmel. És ez a harmadik igen, amit Isten kimond felénk, az ő szent lelke által nap mint nap. Én is kimondtam egy igent, immár 3,5 évvel ezelőtt a feleségemnek. Na de ezt az igent újra és újra nap mint nap ki kell mondanom. Ez nem úgy van, hogy egyszer kimondtam, és akkor majd ha változik, akkor szólok, hanem minden nap ki kell mondanom. Amikor a feleségemmel dolgozunk az egységen, amikor egymással együtt lépünk, akkor ezt az igent újra és újra ki kell mondanom, és ez, tudjátok, aki házasságban él, hogy nem mindig egyszerű. Megadni magunkat a férjünk, feleségünk akaratának, hogy összecsiszolódjon az akaratunk, hogy egyet akarjunk és egyre törekedjünk. Jézus arra szólít fel bennünket ebben a rövid igeszakaszban, hogy ne esküdözzünk, ígérgessünk, hanem legyenek világosak a szavaink és világosak a gondolataink. Az igen legyen igen, és a nem legyen nem. Isten szent lelke, amely pünköstkor leszállt erre a világra, az első pünköstkor, Isten elküldte Jézus Krisztus lelkét, amely minden ember felé minden nap kimondja azt, hogy igen. Isten lelke ma is itt van, ma is jelen van, és minden nap azt mondja, hogy igen, én akartalak a mai napon is, én szeretlek, én várlak téged, én kész vagyok az életedet megváltoztatni. Ez Isten harmadik igenje felénk. De ez nem érvényes anélkül, hogy mi is igent ne mondanánk rá. Isten nem fogja az életünket megváltoztatni, ha a mi döntéseink és a mi akaratunk megakadályozza ebben. Todd White kérdezte meg egy nagy gyülekezet előtt, ő egy nagy igehirdető, korunknak az egyik igehirdetője, és ő kérdezte meg egy gyülekezettől, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy a Isten szent lelke működjön ebben a világban? Az ördög? És igen, bólogattak, igen, az ördög. És erre azt mondta Todd White, hogy nem. Mi vagyunk a legnagyobb akadály. Isten szent lelkének a mi nemünk az akadálya. Az, hogy igent mondunk vallásos cselekedetekre, igent mondunk hangosan,
és utána otthon mi nemet mondunk Krisztusnak. Amikor jót kéne tenni, amikor igazat kéne mondani, amikor a tetteinknek és a szavainknak passzolnia kéne, akkor kudarcot vallunk. Mert még mindig magunktól akarunk megfelelni. Három igent mondott az Isten felénk. Ehhez nekünk egyet kell hozzátennünk. Tudjátok, milyen nehéz sokszor igent vagy nemet mondani. Hogy bele húz bennünket a gonosz, mondja Jézus a magyarázkodásba. Igen, ha, igen, de, igen, csak, vagy nem, de, nem, ha, nem, csak. És Jézus azt mondja, hogy mondjál igent vagy nemet, ami ezen felül van, az már a gonosztól van. Hadd kérdezzem meg, hogy az Istennek az igennyére te az életedben, személyes életedben mondtál-e már egy határozott igent? Ez a megtérés. Akkor igaz rád Krisztusnak a megváltó áldozata, hogyha te ezt az igent már kimondtad Istennek. De innentől kezdve ez olyan, mint egy házasság. Hogy minden nap a mi lelkünket Isten lelkével kell egységben tartani. Őt keresni, őhozzá fordulni, mert egyébként nem működik, egyébként akadályozzuk Szent Lelkének működését. A mi emberi felelősségünk ebben a harmadik igenben van, hogy Isten élő lelkével mi egységben legyünk. Építsük a közösséget, olvassuk a Szentírást, és hajlítsuk az akaratunkat Isten akaratához. Ez a mi felelősségünk. Senki nem fogja helyettünk. A te bűneiddel az Isten szent lelke harcol, mert ő igent mondott rád. De vajon te nemet mondasz-e a bűnnek? Nagyon sok keresztény súlyos bűnöket hordoz. Újra és újra ugyanaz gyónja meg. Újra és újra ugyanazt a bűnbánatot teszi az úrvacsorában. Nem halad egyről a kettőre, nem tud előre lépni, mert Istentől várja a változást, pedig nekünk úgy kell Isten szent lelkével együtt lépni, hogy tudjuk azt, hogy ő már megtette az őre első részt. Hadd mondjam gyakorlatban, hogy működik ez. Sokszor elrontunk dolgokat. Mondok egy gyakorlati példát. A mézesetek után az első héten a feleségemmel fogadtunk svájci vendégeket, a gyülekezetbe érkeztek svájci vendégek, és én eldöntöttem, hogy egyedül fogok töltött káposztát főzni, vagyis én és a feleségem majd főzünk töltött káposztát, 50 főre, az olyan 500 töltelék. És én eldöntöttem egyedül, hogy mi fogjuk megcsinálni. Tetszenek ezt érteni? Anélkül, hogy megkérdeztem volna a feleségemet, vitt a lelkesedés, bevállaltam. És hála Istennek az én feleségem olyan, hogy amikor ott voltam hajnali egykor egyedül, azt mondta, hogy Donát, kivállalta ezt? Mi együtt vállaltuk? Mondtam, hogy hát én azt hittem, hogy igen. Nem, ezt te vállaltad. Én nem. Értitek, hogy milyen könnyen hozunk mi Isten nélkül döntést? Várjuk Istentől, hogy vegye el a bűnünket, de a szívünk rá van akadva a bűnre. Nem akarjuk az akaratunkat Isten akaratához fordítani. És ezért nem működik. Ezért totyogunk újra ugyanabban a bűnben. Miért nem veszi el Isten? Azért, mert ehhez kell az engedelmességed. Ehhez kell az, hogy a te nemed nem legyen. Ha igent mondtunk Istennek, és igent mondunk Istennek, akkor nemet kell mondanunk a gonosznak. Ne legyen a te igened feltételekhez kötve. Igen, elmegyek a misére, és építem a közösséget, eljárok az Isten tiszteletre. Ha ez a plébános prédikál, ha ez a lelkész prédikál,
Ha tetszik nekem, amit hallok, akkor elmegyek. A Bibliából azt olvasom, ami nekem tetszik. Hát milyen egység ez? Ha egy házasságról beszélünk, tudjátok, hogy vannak dolgok, amik összetartanak egy házasságot, a közös érdek, a gyerekek. De utána, amikor a gyerekek kirepülnek, eltűnnek az érdekek, akkor kiviláglik az, hogy egy házasságban egység van, vagy két ember együtt él egy fedő alatt. Ha szétnézünk, ebben a világban rengeteg a válás. És ez ezért van, mert az ember nem akarja saját akaratát, még annak az akaratával se egységben lépni, nem akar az ember egységben lépni másik akaratával. Nem akarja az akaratát meghajlítani, még annak a kedvéért se, akit szeret. Jézus azt mondja, legyen az igened igen, a nemed nem. Változz meg. Jézus meghalt ezért. Ő kimondta az igent. Az erő Isten szent lelke által ott van. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztushoz tartozol, meg vagy keresztelve, megtértél, megvallottad bűneidet, gyóntál, gyónni jársz, Isten szent lelke működik az életedben, ne toporogj újra ugyanabban a bűnben. Istennek nem az a célja velünk, hogy elvegye a bűneinket, és utána ugyanúgy éljünk, mint ahogy eddig, hanem ő a saját képére akar bennünket formálni. Isten egyszer s mindenkorra kimondta az igent, ő nem fog rád nemet mondani. Újra és újra visszazuhanunk bűnökbe, de az Isten nem mond nemet ránk. Ezt nem értjük, ez érthetetlen, ez elképesztő, hogy a legnyomorultabb bűnösnek is van még kegyelem, mert az Isten egyszer igent mondott, és ő nem másítja meg. Aki megmásítja a szavát, a gondolatait, azok mi vagyunk. De ahogy felismerjük ezt, van lehetőségünk változni. És tudjátok, akkor én ott a töltött káposzta töltés kapcsán eldöntöttem, hogy a feleségemmel egységben fogok lépni. És együtt fogjuk vele a nagyobb dolgokat, minden nagyobb dolgot eldönteni. És néha még vétek ez ellen. De ahogy megbánom, már másképp áll hozzá. Jó van, tudom, hogy nagy lelkesedésed van, gyere, csináljuk együtt. És ez így van az Istennel is. Ha te elhatározod, hogy Uram, én szeretnék a te tetszésednek megfelelően élni, és így olvassod a Bibliát, nem úgy, hogy igazoljon, simogasson meg az ige, jaj, valaki vigasztaljon már meg, akkor ér vigasztalás és kegyelem, ha keresed az Isten teljes szívedből. Ezt jelenti igent mondani, és nemet másnak. Én Istentől várom az életem megújulását, és neki engedelmeskedek. Minden másra nemet mondok. Hogy állunk mi ezzel? Testvéreim, semmit nem ér az, hogy felújítjuk a templomokat, hogyha nincs tisztaság a hívő emberek lelkében, ha nincs egyértelműség, ha nincs ez a krisztusi igen és nem világosan kimondva, semmit nem ér. A következő generáció úgy kiszagolja a képmutatást, már a gyerekeink is érzik rajtunk a képmutatás szagot. Ha a mi igenünk igen és a nemünk nem, és Isten szent lelkével egységben döntünk, és egységben élünk, akkor tisztaság lesz. Akkor kitisztul a mocsok, a bűn a személyes életünkből, és a városunkból is. És akkor nem csak kívülről lesz szép a templom, hanem tele is lesz. De ehhez az igent és a nemet nekünk kell kimondani. Olyan könnyen mutogatunk másra, ő sem mond nemet. Isten most ránk mutat, és kérdezi tőlünk, te vajon, ha igent mondasz nekem, akkor nemet mondasz másra? Akkor tisztességesen jársz el? Isten nem úgy mondja ezt nekünk, hogy az erőt ne adná meg mellé,
Isten megadja az erőt ahhoz, hogy az igenünk igen legyen. Ha keressük őt, a Szent Lelkét hívjuk. Nap mint nap odaáll mellénk. Hajtsuk meg a szívünket az Isten előtt. Akarjunk neki igent mondani. Akarjunk tiszta szívünkből ővel együtt élni. Az igenetek legyen igen, nemetek legyen nem. A keresztény ember, aki Isten Szent Lelkének erejével él, olyan, mint egy jó illat. Egy jó illat, Krisztus illat. Egyszerűen árad a tisztaság, az egyenesség. Ámosz próféta könyvében olvastuk, aki tegnap, a tegnapi részt elolvasta, azt mondja Ámosz, hogy utálom a vallásos cselekedeteiteket. Utálom azt, hogy templomba jártok, utálom, hogy adományt adtok. Inkább az igazság áradjon. Inkább a szeretet. Inkább legyél könyörületes. Halljuk meg Isten hangját ezen az ima héten. És ne csak imádkozzunk, hanem legyen világos a cselekedetünk, legyen világosak a szavaink. Hogyha igent mondtuk Istennek a jóságára, akkor ne mondjunk rosszat a másik ember háta mögött. Ha igent mondunk Istennek, akkor az legyen világos igen. És mondjunk nemet mindenre, ami a gonosztól van. A feltételeink, a fogadkozásaink, minden más az a gonosztól van. Amen. Kedves testvérek, az imádságos együttlét a felajánlással következik az oltártól. Ajánljuk fel a szívünket Istennek, hogy mindig igen tudjunk mondani. Ajánljuk fel a közös imádságunkat, a saját imánkat, egész életünket neki, és ajánljuk fel ima szándékainkat az egységért. Most a lelkész urakkal a felajánláshoz, az oltárhoz vonulunk, és onnan folytatódik közös imádságos együttlétünk. Nyugodtan maradjunk ülve. Mikeás próféta könyvéből. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Kötelezzük el magunkat az igazság cselekedetei mellett. Kegyelmes Istenünk, Te megmutattad nekünk könyörületedet és gondviselésedet az egész teremtett világ iránt. Szereteted arra késztet, hogy felajánljuk vállalásainkat, amelyekben arra kötelezzük magunkat, hogy igazságosan cselekszünk, teljes szívbéli szeretettel mások iránt, kulturális, etnikai és vallási hátterüktől függetlenül. Fogadd el most felajánlásainkat, és formáld azokat tettekké egyházad egysége érdekében, Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, és a Szentlélek ereje által kérünk, akik veled együtt élnek és uralkodnak örökkön örökké. Amen. Most pedig álljunk fel, és nagy szeretettel a keresztény egység jelében köszöntsük egymást a béke jelével. Imádkozzuk el a niceai hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mely egy Istenben. Amen.
Imádkozzunk együtt az Úrhoz, az egyházért és az egész emberiségért. A válasz majd az adott szakasznál, még nem. Az lesz, kérünk téged, hallgass meg minket. Szigetekről és óceánokról száll hozzád dicséretünk, ó Isten, élet teremtője. Hegycsúcsokon és völgyekben dicsérünk téged, ó Isten, világ megváltója. Minden nép nyelvén hálát adunk neked, ó Isten, test és lélek végasztalója. Eléd járulunk terheinkért és reményeinket hozva. Kérünk téged, hallgass meg! Könyörgünk azokért, akik igazságtalanságot szenvednek. Biztos minket, hogy szószólóik legyünk, és erősítsük őket a reménységben. Könyörgünk azokért, akik igazságtalanságot cselekszenek. A te jóságod töltse be szívünket, és tegyen a szabadság és a béke követeivé. Könyörgünk minden emberért és minden közösségért, akik kiállnak az igazság mellett. Hadd cselekedjük igéd szerint, igazságosan. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk az egyház látható egységéért. Vezess bennünket, hogy betöltsük Jézus imádságát, hogy egyek legyünk, és együtt munkálkodva tanúskodjunk országodról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hálát adunk a sokféle színért, kultúráért, szokásokért, amelyek körülvesznek a világban. Szereteted által egyesíts a sokféleségünkben. Segíts, hogy közös erőfeszítéssel védelmezzük az életet, és a világban az egész emberiség igazságos és békés lakhelyévé tegyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk egy imádságot, a mi atyánkot. Imádkozzuk el most közösen, könyörögjünk az atyához. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk az elbocsátást, az záró áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, s adjon neked békességet. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Ámen. Semmiért ne aggódjatok, mindenért adjatok hálát, teljes bizalommal imádkozzatok Istenhez, és az Isten békessége meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat is az Úr Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szertartás véget ért, menjünk békében, szolgáljunk Istent közösen, szeretetben. Istennek legyen hála!